A héten még válogatottjait nélkülözve edzett a Molfehérvár sóstón. A magyar válogatottban szereplő Fiola és Négo mellett Stopira és Pokorni, Serafi, Movko, és Zivzivádze szerepelt hazája csapatában. Utóbbi a Georgiai válogatotta a torony magasan nyerte csoportját a C divízióban, így egy osztálya feljebb léphet jövőre. A jövő heti elbés elejtező sorsoláson Magyarország akár Georgiával is egy csoportba kerülhet. <laughs> Őszintén szólva örülnék neki, ha összekerülnénk a magyar válogatottal. Ez két telt házas meccset jelentene, mert mindkét országban imádják a futballt. Meglátjuk, mi történik a sorsoláson. Az biztos, bárkivel is kerülünk azonos csoportba, küzdeni fogunk az Európa bajnoki részvételért. A Vidi sajnos idén sem a bajnoki címért küzd, a kezdeti lendület valahol a Köln elleni visszavágó környékén elveszett. Nagyon jól játszottunk a konferencia ligában, történelmi győzelmet arattunk köntben, de itthon kikaptunk. Összességében nem szerepeltünk rosszul. A bajnokságban sok meccs van hátra, gyűjtenünk kell a pontokat, hogy ott legyünk a tabella elején. Az Újpestől való visszatérésem után élvezem Mihály Boris bizalmát, igyekszem a legjobbamat nyújtani. A Molfehérvár következő ellenfele a Puskás Akadémia, amely a vasárnap 18 óra 45 perctől csap össze idegenben. A felcsútiak sincsenek nagy formában, a győzelmek csak az utóbbi időben szegélyezik útjukat, ezzel együtt is a negyedik helyről várják a tabella hetedik helyén álló vidit. Game, is... Nehéz mérkőzés vár ránk, mert jó csapat a puskás. Nem kezdték a legjobban a szezont, de mindig nehéz ellenük játszani. Harcolni fogunk a győzelemért. A Puskás Akadémia Molfehérvár Angadó tehát vasárnap 3:47-kor kezdődik a Felcsúti Pancsó harénában.